Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Bolygó Hungary, a Hitrádió legújabb műsora, és itt ő velem szemben első vendégünk, Horváth Oszkár. Szia! Szervusz. Ennél a mikrofonnál pedig Avra Gustav van, és egyből át is dobom Oszkárnak a labdát. Most két percbe arra kérnélek, hogy foglald össze, hogy ki is vagy te tulajdonképpen. Nyilván, hogyha én mondom, akkor én annyit mondanék, hogy rádiós szakember, műsorvezető, de te hogy fogalmaznád meg a Horvát oszkárság eszenciáját a legrövidebb megfogalmazás az tényleg annyi, hogy oszkárság, és akkor aki ismer, az ebből tudja, hogy ez nem az oszkárral azonos, hanem a sággal. Ennél valamivel hosszabban, és ebben azt hiszem, hogy tévedtem, úgy fogalmaztam meg magam valakinek, hogy közgazdász, programozó, rádiós műsorvezető. De aztán ez az ember, aki egyébként az ENSZ-nek dolgozik, mint pénzügyes, de Jamaikában született, New Yorkban nevelkedett és Európában dolgozik. Ő azt mondta, hogy ő úgy fogalmazza meg magát, hogy fekete nő. És hogy ez sokkal inkább tartozik hozzá, mint a szakmája, Ebben szerintem kenterbe vert, és nagyot tévedtem, és akkor bolygathatnám, hogy akkor ki vagyok én, szabad, kedves, barátságos, megfelelni igyekvő, a ragaszkodás és az ösztönvezéreltsége ellen küzdő valaki mederben járó és a tudatát tisztító beszélő egyén. De az is az a helyzet, hogy ez is igazából ahhoz tartozik, hogy ki vagy, és nem, hogy mi vagy. Tehát ez még mindig az egónak egy részét fogalmazza meg, csak tágabban, mint az, hogy mi a foglalkozásod. És, és azt hiszem, amikor azt kérdezik, hogy ki vagy, akkor, a megfogalmazásán ö, túl, ö, vagy annál előbb sokkal érdekesebb, hogy ki az, aki. Tehát kire nézel, akit utána te definiálsz magadban. A külsőd, a hozzátartozó ösztönök érzelmek, gondolatok, vagy még ezen túlmenően a, a benned lévő lélek, és akkor igazából Vörös Sándornak ideidézném a Ha kérdezik ki vagy ezt mond című versét, mert pontosan erről szól. Témába vág. Azt mondja, és nem hosszú, egy nemű vagyok a széllel, folyósodrával, sodrával, esőcsepp hullásával, madár röptével. Fapadlón járó, facipős ember lába zajával. Levegője a szél, víze a folyás és a csöppenés. A röpülés madáre, és fából van-e a fapadlón járó, facipős ember kopogása. Megszűnik a szél, a levegő nem szűnik meg, de a szél nélkül halott. Elhult a madár, a teste új mezbe öltözött, száz új alakba szétivódott, de röpte nem maradt meg, és el se veszett. Többet nem is tudok magamról. És mire tudnék, már több leszek annál, hogy sem tudhatnék bármit is. Még nem vagyok egész, és mire az lehetnék, már több leszek annál, hogy sem magamban lehessek egész. Még nem is élek, nem is fogok élni. Életnél teljesebb leszek a holtom után. Ezt mond, ha kérdezik, ki vagy. Ugye itt ő nem egy emberről beszél. Nem. Úgyhogy hív meg szerintem Vörös Sándor a műsorba, és kérdeznek, hogy ki ő. Ha összefutunk, mindenképpen rákérdezek, hogy jönne. Kicsit akkor nézzük át azt, hogy manapság milyen társadalmi kérdések foglalkoztatják a közönséget, mert van itt minden azért elég vegyes most a paletta. Azért vannak sztártémák. Abszolút mindig vannak, de most nem csak heti lebontásba kell nézni a dolgokat, úgyhogy kezdjük azzal, hogy szerinted Kamua Holdra szállás? Szerintem nem Kamua Holdra de élvezem azokat a zászlóárnyék elemző képeket, és egyébként a... Az Ascension című sci-fi minisorozatot jó szívvel ajánlom bárkinek, nem a holdra szól, de valahogy kapcsolódik mégis ehhez. És ott el tudom képzelni, hogy kamu, de nem hiszem, hogy kamu. És mi vezet ahhoz szerinted, hogy ö, emberek tömegei állítják azt, hogy a föld lapos, a holdra pedig kamu? Ö, ez gyakorlatilag... Én mindkettőt nem állítom, tehát számomra hasonlónak tűnik az a, két, a kettő dolgot állító csoport, pedig lehet. Sokszor hogy... egyezik is, ugye? Igen, a két és csoport. Milyen lehet ami azok, azok az emberek, akik nem a metszetben vannak, hanem azt mondja, hogy a Föld gömbölyű, de a holdon nem voltunk. Egyébként szerintem ez egy elég észszerű kételkedés. És milyen lehet az az ember, aki azt mondja, hogy voltunk a holdon, ami szintén lapos, de a Föld lapos is, mert a hold is az. Azt hiszem a Marsról mondják azt, hogy az már biztosan gömbölyű, még akkor is a Föld napos. Elég messze van valami, akkor gömbölyű. Én nem tudom, Elon Musknak ezt írták, szóval. Uh -huh. Érdekes egyébként, mert a az, az a helyzet, hogy én így bejártam a Földet, és ö, valaki ebből arra következtet, hogy hát lapos, mert voltam ott, és nem láttam, hogy vizélygömbölyű lenne, de azért a, még a horizontnak a jelensége is egyszerűen megfigyelhető. Nem beszélve arról, hogy fejből ki tudom számolni a föld kerületét pusztán abból, hogy mennyit repültem, mennyi időzóna, és utána ezt így tovább számolom, és mondom, hát szerintem olyan 40 ezer lehet, és megnéztem, és annyi. De nem azért, mert olyan okos vagyok, vagy felfedeztem, hanem egyszerűen stimmel. Igen. Jól átvertek ezzel. <laughs> Na várjál, de ezek szerint te azt állítod, hogy az ausztrálok azok nem színészek, hanem valódi emberek, akik Ausztráliában élnek, alkotnak. Nem ők bűnözők leszármazottai. <laughs> Sokkal jobban és vagyunk. És egyébként nem irigylem őket, mert amilyen teremtmények ott, akár a kedves lakóvezetben is olálkodnak, azokkal én nem biztos, hogy egy fedél alatt szeretnék élni. Hát mondani szokták, hogy legalább nincsenek óriás kígyók, de vannak. Mm -hmm. Ugye? De minden... laposak. Hát Valóan, de hát Ausztrália ugye az úgyis csak egy ilyen perifériás rész, ami valójában nem egy kontinens, hanem van a közepén egy lyuk, és akkor ez így szét van terülve a földszélén, mint, egy, mint a lapszéle így oda van rakva, tudod, ilyen kis ékességnek. Na mindegy, menjünk tovább. A madártagadókat nem kérdezed meg, azt nagyon, az nagyon aranyos konten, oh, hogy ja, már nincsenek igazi madarak, mert a, a CIA kicserélte őket ingem? drónokra. Egyébként ugye, tehát azt hiszem ebbe az irányba is elindulhatnánk, nem hülyeség, sőt egyik kedvenc epizódom a Hated in the Nation, a Black Mirrorban, amikor méheket, még drónokat hoznak létre, azért, mert kipusztultak, csak aztán ezeket más érdekre valaki fel tudja használni klasszikusak azt kell, hogy mondjam, de valóban érdekes néha elgondolkozni az, hogy mi vezet tulajdonképpen oda, hogy egy ember azt érzi, hogy egy ekkora és ilyen súlyú átverésnek a része, tehát hogy őt megpróbálják ennyire hülyére venni, mert találkoztam már azzal a jelenséggel, hogy mondjuk egy laposföld hívő azt mondja, hogy ő az ő számára azért fontos, hogy képviselje ezt az ügyet, mert mindenki csak röhögött rajta, a saját anyja se szerette, és most meg tudja mutatni az anyjának, hogy igenis van egy ügy, amiben ő egy fontos szerepet játszik, hogy fölvilágosítsa a többi embert, hogy a föld is lapos, és egy nagy átverés az egész, hogy lehet egy kivetettségérzés ennek átterébe szerinted? És ettől ez elmúlik? Tehát ettől befogadó táválik valaki? Hát van egy közösség, ahol befogadják nem tudom, szerintem nem kivetettség érzés. Van egy személyes élményem, milyen orvos jártam informatikai eszközöket bérbeadni, meg szoftvert, és a legkülönbözőbb szakterületek. Nem emlékszem, mi volt, de a Debreceni Egyetemnél voltam, és annak a főépületének a lépcsőjén üvöltözött egy nő, hogy csipet akarnak ültetni belénk, és úgy magyarázott és ordított ott profétaként, hogy közben a mobiltelefonja a kezében volt. Miért ültessek én bárkibe csipet, ha önként pénzt ad azért, hogy magával hordhassa, és egy pillanatra nem engedi el a, a kezéből. Tehát amit hirdetnek, az közben úgy valósult meg, hogy ők maguk bevásárolták magukat a csip hordásba, hát ha már a csipektől félünk. Egyébként, egyébként szokott olyan megfejtés lenni erre, hogy ugye van a, van a naív balfék, én inkább ezt a kategóriát erősítem, ha választani lehet a szélsőségek közül, mert a jó szándékuság, a naivitás, és azt gondolom, hogy ha ez rám nézve káros, akkor is helyes. Ugyanakkor a másik oldal az pedig a szélsőségesen paranoiás. Néha azt mondják, hogy a naív az a bolon, mondjuk, és a, a nagyon paranoiás az őrült. Az egyik az mindent elhisz, a másik pedig semmit sem. És végül csak egy olyan dolgot tud elhinni, ami ugyanúgy nem igaz, de legalább ő találta ki. Más megfejtésben azt szokott érkezni rá, hogy így a benfentesség érzésével gazdagodnak. Tehát nem is egy befogadottsággal, egy egy szektába vagy egy heti hát egy közösségbe, mert azért a szekta is közösség, meg a közösség is rendelkezhet érdekes vezetőkkel hanem ők alapítanak ilyenkor egy szektát, hiszen tőlük jön az új információ, ők beavatottak valamibe, amiben egyedül vannak, és remélik, hogy majd jönnek hozzá a követők, és aki ezt az érzést szeretné, az kénytelen kitalálni egy újabb csavarral valami újabb extremitást, és akkor annak meg ő lesz a profétája. És amelyik ezek közül véletlenül igazat mond, mint később kiderül, mert ugye a a, az összeesküvés elmélet című Mel Gibson film, az pont erről szól, hogy az egyik ilyen hülye, az pont fején találja a szöget, és ezért üldözni kezdi. Hát akkor az, az a profétizmusában a hamis jelzőt igazra cserélheti. Csak hát nem tudod az információ, vagy honnan származott azért, még ez is kell ahhoz, hogy proféta legyen, hogy ki, kivel beszélt. Honnan jött a sámának az ihlet? E ha már egyébként itt egy kicsit beleléptünk itt a közösségeknek a kérdésébe, nagyon sok felállal lehet innen indulni. Nézzük meg egy kicsit a családot. A család manapság egy olyan fogalom, ami ezerféleképpen van értelmezve, különböző uh -huh. szervezetek, különböző álláspontok, most hagyjuk is azt, hogy politikai, társadalmi álláspontok mentén. Először is neked mi a család? Nekem ez egy ö, vérségi kapcsolat, holott ö, nem feltétlen annak kéne lenni a számomra. A család az fölülről jön, mivel nincs gyerekem. Tehát én a családfámnak a kinőtt ö, levele vagyok. Nem egy gaja, nem egy ága, nem egy törzse, nem egy gyökere, hanem a, az egyik jelentéktelen ö, dolog a végén. Ö, eszembe szokott jutni a családfáról az, hogy amikor az emberek lerajzolják a családfájukat, akkor mindig ők és a feleségük van így középen, és így kinő belőlük egy fa, miközben ezt feje lefele kellene rajzolni, hogy van egy ős, és onnan nő ki egy fa, és az tovább is nő, meg szélesebb, és te valahol azon egy ilyen y-alakú szelet vagy, vagy sok kis y, de az nem egy fa, az egy ág, az egy gaj. Bármi, amit lerajzolsz családfa címén, az sosem lesz teljes, és nem alulról jön belőled, mert nem arról vagyok kíváncsi, ugye kik mire kíváncsi, hogy kik az ősei, vagy, vagy hogy ő, hát ő kihez tartozik olyan, olyan én központúnak tűnik nekem, mint amikor az európai atlaszokban Európa van középen, az amerikai földrajzórán Amerika van középen, és Ázsiában pedig Ázsia van középen, és ha kinyitod az emojikat, akkor háromféle földgömböt találsz ennek megfelelően, illetve hát földlapot, hogy inkluzív legyek a lapos földes hallgatókkal szemben. De ha megnézzük, ugye, ha most tegyük föl, hogy van egy család, vagy vagy középen, ha megnézed, a gyökérzet az ugyanúgy szétterebélyesedik, mint aztán, ahogy fölfele is ö, a leszármazottaknál. Tehát, hogyha berakod mondjuk törzsbe a ö, saját magadat, vagy mondjuk a szüleidet, uh -huh. akkor utána onnan lefele még megint csak el lehet indulni. Volt nálunk is egy ilyen, egy ilyen bazinagy családfa, aztán a dédszüleim kapták a nagymamámtól, és akkor ők voltak középen, és még lefele az uh -huh. még így kiterebélyesedett ugyanúgy. Uh -huh. ö, Na Mert valójában egy pontból lehet csak megfigyelni Így azt a fát, van. és a másik pontból már egy másik fát figyelsz meg, mivel a, a hátrahagyottaid, vagy utódaid is végtelen végtelen számúan lesznek, tehát vagy nulla, vagy hát végtelen most. nulla és végtelen azt, között valahol. Van az 1301-ben kihalt az Árpádház, tehát hogy van olyan, amikor ennek vége van, vagy hogy úgy tetszik, én is egy végpont vagyok jelenleg éppen. De nézőpont kérdése, ez olyan, mint egy ilyen teszelrak, tudod, ez az n-dimenziós kocka, hogy amelyikből nézed, onnan te látsz egy háromdimenziós fát, vagy hát ez kétdimenziós, ahogy rajzoljuk, ez egy bináris fa struktúra, de a másik ember, az, az apád már egy másik fát néz. Abszolút. Úgyhogy így azért fel is menteném azokat, akik én központú fát rajzolnak, hiszen nem tudott lerajzolni az endimenziós fát, úgyhogy végül Ádám és Éva is benne legyen, vagy nem tudom, az első majom, aki öntudatára ébredt, tehát így így nyitva Attól, hagyom, hogy ki, hagyom, ki mire Igen. Csak azért kérdeztem ezt, így meg így nyírtam, mert nyilván itt a Hit Rádióban is rengeteget tárgyaljuk különböző vendégekkel, nagyon eltér Bizonyos társadalmi csoportoknak a családképe. Ugye, van, aki mondjuk a, a két férfi örökbefogadott gyerekkel az is család, van, aki pedig azt mondja, hogy, hogy egy anya, egy apa és az ő vér szerinti gyerekeik mm -hmm. az egy család. Mm -hmm. uh, én azt hiszem, én a rokonság részét értelmezem, nem pedig az együtt élő kisközösséget. Tehát, hogy azt gond, a, a családfát sem tudom értelmezni, az örökbefogadott gyerekkel, mert én genetikai módon értelmezem, ugyanakkor az örökbefogadott gyereked az a gyereked, hogyha annak a gyereknek az apja az férfi és az anyja is férfi éppen, akkor is az egy család számomra. Tehát én, én, én engem nagyon, hogy mondjam, valami dűszerűséggel érint az, amikor a ilyen emlékeim vannak, hogy az általános iskolában, amikor kiküldenek a naplóért. Nem tudom, hogy ez most már elnapló van, úgyhogy nem tudom, hogy nektek ez hogy áll össze, de mindig volt egy napló, egy kézzel fogható füzet, vagy ilyen könyv, Ó, az még ami volt a tanári tímis. szobában volt. És ez mindig be volt kötve egy végtelenül ízléstelen, ilyen ö, bekötő textilbe, hogy, a, hogy még rondább legyen tulajdonképpen. De olyan mintázata volt, mint a BKV ülésnek, ami eleve hányás mintázatú, hogyha valaki lehányja, akkor föl se tűnjön. Ezért elküldtek, és amíg visszajöttek a folyosón a naplóval, akiket oda küldtek, azok azért belelapozgattak. És ott megnézték, hogy ki az, akinek elváltak a szülei, meg ki az, akinek nem él az anyukája vagy az apukája. És ezt sok gyerek úgy tudta kommentálni, hogy tudod, az árvaság az azzal bántani lehet, meg mintha azt szégyelni kellene, mintha tehetne róla. És ugyanez vonatkozik a vállásra. És ez szerintem annyira ortó, olyan, olyan szintű, hát gyerekekről van szó, tehát ez egy tudatlan prosztóság, az a baj, ha úgy marad, épp nevelésben vannak, de, de ha ezzel szemben én elérzékenyülök, vagy úgy érzem, hogy nem helyes, akkor ugyanezt kell mondjam arról, ahol három szülő neveli, hogy az is egy család, ahol a nagymama neveli a másik nagymamával, mert ők maradtak életben, ahol a nagypapa neveli a másik lányjal, aki az anyuka, meg ahol homoszexuálisok nevelnek gyereket. Vagy két heteroszexuális férfi is nevelhetne éppen gyereket. És azért itt rá szoktak mutatni arra, hogy az örökbefogadási lehetősége kapcsán nem csak a kor, meg az anyagi helyzet az, ami kizáró tényező lehet, hanem egyedülálló nő, egy csomószor nem képes örökbe befogadni, mert nem felel meg eléggé. Míg amikor a természet szerint őt cserben hagyják, akkor meg érdekes módon megfelel. Tehát azt arról, amikor ott hagyja őt valaki még a szülés előtt, akkor nem mondják azt, hogy hú, hát akkor jövünk, segítünk, ö, mit tudom én, 37 ezer forintnál gomolyabb mértékben, mert téged ott hagytak, de, de magadtól te ilyet. ne csinálj, hogy gondoskodsz valakiről, aki valakinek nem kellett. És és ez olyan szomorú lehet valakinek, ha nem kell. Tehát, hogy így értelmezi az a gyerek, akit örökbe adtak, pláne az, aki nem örökbefogadó szülőnél találta magát, még ha egy boldog családi közegben van, akkor is valamikor az élete során felteszi azt a kérdést, hogy, hogy anya, és ezt mondja annak, aki gondoskodik róla, nem aki szülte, miért nem kellettem az igazi anyámnak. És Szerintem ez, én ezt bármilyen szerető közeggel kiváltanám ezt a helyzetet, és akkor hagy utaljak azokra is, akik nem vállalják a gyereküket, vagy szemétbe dobják, mert ilyen is van, Igen. hogy rengeteg ember van, aki nem képes saját Ö, utódott nemzeni, és nem tud hozzájutni egy nagyon fiatal, ö, örökbefogadható ö, gyerekhez, mert a szabályozás vagy hát most a lehetőségek ezt korlátozzák. És ekközben eldob valaki magától egy konkrét ö, életet, és ezt megint. Szélesebb bizé, hogy a szemétbe dobja, vagy, vagy abortálja, és lenne ott valaki, aki minden anyagi, ö, szeretetbeli ö, és cselekvésbeli ö, hátteret biztosítani ahhoz, hogy az az élet folytatódjon. És ez meg szerintem nyilvánvalóan még undorítóbb, mint az, ahogy a gyerekek egymást kicsúfolják, hogy nincs anyukád de például ugye ilyenkor szokott előjönni a klasszikus érvelés, hogy persze, persze tök jó, hogy van-e egy árvának van két apukája, és akkor legalább nem egy árvaházba verik szét a fejét, de hogy mégiscsak... Hanem otthon. Hanem otthon, igen, hogy mégiscsak az van, hogy hogy hát a fejlődés szempontjából fejlődési rendellenesség alakul ki a gyereknél, hogyha melegek mondjuk a szülei. Te erre látsz bármilyen relációt, hogy ez, ez így lehet? Mert kicsit ez a. Úgy vagyok vele, mint a holdra szállással, szerintem, hogy én úgy hiszem, hogy nem így van, de teljesen logikus elképzelni, hogy így is lehet. és, és Sőt, valószínűleg akár korrelációt is mutathatnak éppen ki, bár nem feltétlenül így van, és nem hiszem, hogy ezzel függ össze, de a korreláció az nem ok okozati kapcsolat. Tehát nem, az, nem olyan, mint egy függvény, hogy ha ezt adod bele, akkor mindig ez jön ki. Ettől függetlenül előfordulhat ilyen. Szóval én azt gondolom, hogy ezt ilyen nagyszámú, jó szándékú és hipotézis nélküli kutatásra bíznám. Nyilván kell legyen valamilyen hipotézis, de ért, ne az legyen, hogy azt akarom igazolni, hogy, hanem az legyen, hogy szeretném megtudni, hogy a dolgok hogyan vannak, és akkor ebbe bevonok, 6000 lélekszámot, nem pedig kérdőívesen megkérdeztünk 112 gyereket, hogy ők hogy érzik magukat, és akiknek melegek voltak a szülei, azok inkább azt mondták, hogy ők rosszul, és akkor bebizonyítottuk, és ezt le lehet hozni a New York Times on Ugye, ha már itt tartunk, kis kitekintés, hogy az összes közvéleménykutatás valamilyen célmentél készül manapság, nem? Tehát, pont, hogy... ö, egy napja merengtem ezen, hogy ö, mindenféle kutató cégek vannak, amelyek mondjuk az országon nem nyúlnak túl, ö, és mindig az az érzésem, hogy ők, ha nem is pénzért, de legalább a világnézetük mentén igyekeznek olyan dolgot igazolni, esetleg már a kérdést úgy irányítani, hogy valami hasonló jön ki. Én azkor tartanám ezeket hitelesnek, ha négyen megmérnek valamit, és ugyanaz jön ki. Ö, és akkor vannak nemzetköziek, amelyeknél úgy gondolom, hogy a, oda bevásárolni maga többbe kerül, világnézetileg pedig nem biztos, hogy nekik érdekük bizonyos belpolitikai ö, ügy mellett megfestetnek lenni, de vannak világpolitikai ügyek, amelyekben van belpolitikai jelentése, és akkor azért a nemzetközi kutatócégről is el tudom képzelni, hogy korrupt, korrupt alatt azt is ért, értem, hogy ö, hogy egyszerűen megfestett a, a, a nézőpontja. Egyáltalán van neki nézőpontja, tehát, hogy nem elég rugalmas a nézőpontjaival kapcsolatban. Nem akarom lépten nyomon a butát idézni, de elvileg a helyes szemlélet a nemes nyolcrétű ősvényen az azt jelenteni, hogy ne legyen helytelen vagy megrögzült nézőpontod, azaz tudj áthelyeződni, engedd el, ne ragaszkodj jó jóformán semmihez, de ne ragaszkodj a nézőpontodhoz, és ne legyenek érzelmileg ö, megragadt nézőpontjait. Kiválthatja érzelem a nézőpont, egy nézőpontodat, amelyet utána átváltasz egy másikba, amikor már lecsillapodtál, ö, foglalkozhatsz valamivel szellemileg azért, mert egyszer ö, Elérzékenyültél, tehát így érzelmileg találtál oda, de aztán igazold, aztán, aztán járt körbe, és folyamatosan forogja. És nem úgy értem, hogy köpönyeget forgas, hanem ö, nem te állsz középen és forogsz körbe, hanem a dolog áll középen, és te keringsz körülötte. Úgyhogy én így a nézőpontokkal nagyjából így lennék. Szerintem a mindegyik közélménykutató, valahogy így szatelitként keringene, akkor ugyanazokra a következtetésekre kellene jutniuk. Ha nem ugyanarra jutnak, akkor vagy nem a valóságot mérik, vagy nem jól mérték a valóságot. Ugye itt most két dolog is eszembe jutott. Egyrészt, ha már idézted Buthát, és itt vagyunk a Hit Rádióban, akkor, akkor ennek a bibliai párhuzam az, hogy, hogy van egy örök igazság, ami a Biblia maga, tehát az ige, ami emberként, Jézus könyvként, meg a Biblia, és minden más az pedig ehhez viszonyítva el van mozdulva. Tehát, hogy egyre kevésbé van közel magához az igazsághoz, mint fogalomhoz. Uh -huh. És uh, igazándiból, hogyha most van ez a kérdés, a, a meleg szülők és az örökbefogadás, de akár a holdaszállás, tök mindegy, mindegyiknél megvan az a távolság, ami magától, a tökéletes igazságtól, a Bibliától betölt ez, a, uh -huh. ez az adott tényező, és nyilván nekünk mindig a Biblia tükrében, így azt így oda kell tartani, mint egy ilyen szemüveget, hogy, uh -huh. hogyha mondjuk, mit tudom én, itt van előttünk, nem tudom én, x távolságra az igazságtól, akkor annyival közelebb visz hozzá az igazság maga, hogyha azon keresztül nézed. Mhm. Uh -huh. Na mindegy, ez volt az egyik, a másik pedig... Ez érdekes egyébként, mert ebben is látom ugyanazt, amit a családfában, hogy az egy, ugye egy endimenziós bináris fa. Bárki nézi, egy másik fát lát. De van ennek elvileg ennek a fának egy eredete. És ez mondjuk a, a teremtés. És a, ezt nyugodtan nevezheti bármilyen ateista ember is teremtésnek, mert az, hogy létrejött valami, az nevezhetjük így. Tehát a kezdet, amikor még csak egy volt, akkor az nem endimenziós. Amikor annak gyerekei születtek, és azoknak gyerekei születtek, amikor még családokról nem beszélünk, még nem volt olyan diverzitás, ez még mindig csak ugyanaz a fa, de már kezdjük másképp látni, de még annyi dimenziót meg tudunk érteni, hogy majd amikor 40 ezer kés, évvel később Descartes egyáltalán definiálja a koordinátarendszert, akkor így leeső. Ja igen, amikor még csak hárman voltunk, akkor ezt megértettem. Na most azt hiszem, hogy az igazsággal is valahogy így járunk el. Ö, én nem gondolom, hogy a Biblia volna az egy igazság, hanem a Biblia beszél valamiről, ami az egy igazság. Eleve az Biblia már két igazság, mert az Ószövetség a zsidók igazsága, az Új Szövetség az Ószövetséggel a keresztények igazsága, amely igazságból aztán kialakul egy ilyen családfa, a különböző reformer ágazatokkal, meg a katolicizmussal, meg az ortodoxal. Miért nem értenek ők egyet? De egyet értenek a könyvben, tehát ebből következhetne, hogy az az egy igazság. De a zsidókkal nem értenek egyet. Értem, nekik nincs igazuk. De azt szokta mondani valaki, aki amilyen kellemetlen a teista forma, de találó a vicc, amivel azért kifejez valamit, hogy a, mondjuk azt, hogy a református ember és az ateista között csak annyi a különbség, hogy a református ember 1999 vallásban nem hisz, az ateista ennél csak egyel többen nem hisz, ő 2000-ben nem hisz. Tehát azt hiszem, hogy itt mindig egy akadás van, és onnantól kezdve, hogy én a saját, ö, ö, azt szerintem egy elég tág értelmezés, hogy a saját szent szentkönyvem az, az az igazság, mert ezzel nem rekeztem ki a másik keresztény embert. Én azért hallottam olyan közösségekről, ahol mondjuk a katolikusokra már túnyorogva néztek, vagy éppen fordítva. És ez nem esik jó, mert ember ember. Tehát, hogy minimum a kereszténységnek minden emberre ki kellene terjednie, és amikor ezt elkezdjük szűkíteni, az is problémás. De legalább minden keresztényre terjednek ki, tehát, hogy én ezt konkrétan, ilyen szűkítést én, én lelkésztől hallottam. És azért az, az mondjuk nem esett jól, hogy akkor csak az én vallásom, sőt, csak az én ágazatom. De a zsidókra már nem terjed neki ez ilyen módon, és akkor annál szélesebben is még rengetegen vannak. Én azt gondolom, hogy az az egy igazság, az tényleg egy, és minden jó szándékot létrehozó vallási eszmerendszer ugyanarról, az egy dologról beszél, és az nem. Egy könyv, hanem ne, ha a fogalom maga. Na jó, de mi ez a fogalom? Az Isten, a, az egy, a mindenség, a, a, az univerzum, akinek úgy tetszik, hogy tudod fél megnevezni, és, és akkor az az. De ennek egynek kell lennie. És ugye például, ha keresztényként ugye hiszelebben, meg ugye egyisten az annyiszor elhangzik, és hogy az egységre annyiszor szó van, hogyha ez így van, akkor akinek nem égő csipkebokor volt, hanem aranytábla, mint a, nem tudom, John Smith vagy hogy hívják a... Mormon? A mormon ö, 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 profétát. Vagy, vagy más formában látta meg, de végül a amikor a szavait figyeled, ugyanazt a szándékot hallod benne, ugyanazokat a bűnöket sorolja fel, ugyanazokat az erényeket sorolja fel, és amikor ezeket megpróbálod egyszerűsíteni, mint a matekórán az egyenletet, hogy jó, de ez tulajdonképpen rokona másikkal, és mi az az egy dolog, ami marad, akkor a szeretetre bomlik vissza. Tehát, hogy abból, hogy jó szándékod van, következni fog, hogy nem irigyled meg, hogy nem veszed el, ami más, hogy nem mész oda, ahová nem hívnak, hogy nem bántod, pláne nem ölöd meg, nem bántod a fele barátodat, aki legyen a szomszédod, ahogy az angolban, a hozzád hasonló, de nem bántod azt sem, aki hozzád nem hasonló, és végül nem bántod azt sem, aki nem is ember, és végül azt sem bántod, aki egyébként az életedre tör. És tudod, így teljesedik ki. És azt hiszem, hogy ez az egy fogalom áll a, annak a dolognak a közepében, és erről beszélnek a proféták, de, de amikor ezt már könyvben foglaljuk, és szavakba próbáljuk a látomást oltani, az egy, az ott ez torzul a legnagyobb jó szándékkal, mert nem jut mindenki látomáshoz. És az nagyon szomorú, hogy nem láthatja mindenki a saját szemével, viszont ö, olyan dologról beszélünk, amire szinte kárszavakat pazarolni, mert egyszerűen nem érsz fel a magyarázatnak az intézménye, nem ér fel azzal, hogy elmond, hogy miről van szó, és ehhez tanítók kellenek, aki azt mondja, hogy én fel tudom építeni a megértést abban is, aki nem látta. Viszont, hogyha megnézzük, akkor uh, itt már van egy nagyon komoly különbség, uh, mondjuk a te álláspontod, meg egy általános keresztény álláspont között. Valószínűleg. Igen, uh, ugye több dologban is, egyrészt, uh, ha úgy vesszük, akkor a, a zsidók, egy normális keresztény nem mondhatja azt, hogy a, a zsidók, ők egy elveszett nép. Tehát, hogy magából a Bibliából ez nem következik, hogy a, a zsidók esetében egy elvetettségről lenne szó. Nagyon sokféleképpen fogalmazták már meg ezt a tényezőt, de magában a Bibliában ez így nem szerepel. Nincs kimondva az, hogy a, a zsidók számára megszűnt a kegyelem. Egyrészt, másrészt a, a keresztény teológia nem azt állítja, hogy a zsidóknak nincs igazuk. A keresztény teológia azt állítja, hogy a zsidóknak igazuk lesz. Tehát lesz egy pont, amikor a zsidó és a keresztény álláspont az így összeér. Uh -huh. Mint egy ilyen Y-ba, hogy így volt egy szétválás, egy Y, uh -huh. és aztán lesz egy egyesülés egy a járda sziget. Tulajdonképpen igen, tehát, hogy a, a zsidó és a keresztény álláspont az egy járda sziget, aminek a közepét így bevetették, nem tudom, valami ágyással, vagy vannak olyan kis. Na, virágok. az milyen anyagból van ez a nagy kérdés? Mert mindjárt visszatérünk rá, mert ez fontos egyébként. Igen. Mert az Határozza meg a két nézőpont közti távolságot, azt, hogy az egyik a másikat tagadja. Ez nem virágföldből van. Félelemből, gyűlöletből, nem tudásból és az egység tagadásából, hogy mi kettők vagyunk, nem egyek. Mert ott rontottátok el, hogy ez egyébként Nem az igazi messiás volt. Az például, példa. Ugye említetted még a katolicizmust. Szintén egy komoly probléma egyházon belül, amikor, amikor egy katolikus embernek a személyét támadják. Mert nyilván egy katolikus meg ugyanígy egy protestánsra ugrik, hogy uh -huh. hogy nem tiszteled a uh -huh. szenteket, nem veszel részt a bérmálkozásban. Itt a megüdvözöléshez való hozzáférésben van általában nézetelt Igen, konkrétan ugye arról van szó, hogy a katolikusok ők Tartanak olyan ünnepeket és, tar és mondanak olyan imákat, amik például Máriához szólnak. Jóval több szentségük van, mint Mária. Így a reformál, van. És valásolnak. pont ez a nézetkülönbség az, ami, ami kiveri a biztosítékot a protestánsoknál, mondván, hogy Mária egy ember, és hogy ő rajta keresztül nem nyerhet üdvösséget senki. Mózes ember. Mózes abszolút ember. A, ezt a zsidók is, és a keresztények is így Elég sokat hatatlan. segített a sztoriban, szerintem. Igen. Ö, Máriánál is jelentősebb. Lehet a megváltásban nem. Ugye? De, egy, de az az, az a de, egyáltalán mindenképpen. Reméljük ezt, tehát azért ott ott, ott, ott indul a hardware, és utána a, hát a, a, nem tudom, a különböző evangéliumok az a szoftver. Igen, de hogyha, tehát Pont itt van a, a lényeg, hogy Mózes ugye megkapta a törvényt, egyébként, ha már itt tartunk, akkor a keresztény teológiának az is része, és ezt is eh, ki kell, hogy fejtsem itt, hogy eh, a Biblia az emberek kezébe lévő tollakkal lett leírva, de nem emberek írták. Tehát eh, amit ezek az emberek. Ilyen elítak. szempontból a Biblia tartalma az az egy igazság. Érted? Csak, de nem a Érzed Biblia maga. Amit Tehát, mondasz, ilyen, de hogy ilyenkor hirtelen egyetértésre kerülünk, csak én ennyire nyelvtan náci vagyok, de ez nem nyelvtan, hanem ez értelmezés, ez a, hogy mondjam, szabatos, adekvát, pontos kifejezés, mert nem szeretném elrontani, mert nem szeretném. Ha összekevernénk bizonyos dolgokat azzal az állapottal, amit az embernek kívánunk, az Isten országának állampolgára az egy bizonyos lelki állapot. Az egy, az egy, az egy bizonyos szándék, egy önuralom és egy szeretet, és még néhány dolognak a kombinációja. Amikor a az írásra hivatkozok, és direkt nem dogmának nevezem, de tudod, valamilyen ragaszkodáshoz, akkor az nem ez az állapot, nem az állampolgára az Isten országának. Amikor a liturgiára hivatkozok, hogy ballábbal jöttél be, meg nem, nem jó lisztből csináltad a kenyeret, meg négyszer álltál föl, pedig csak háromszor kell, meg akár ez, hogy gyontál vagy nem, hogy feltételekhez van ez szabva a te megítélésed, hogy egyáltalán mikor van végítélet, hogy ez ilyen personalizált, vagy mindenki várakozik valahol, és majd egyszerre eldől, hogy melyik, melyik ajtón haladhat tovább. Azt, hogy a, a csapat, hogy a közösséget is a szent emberré válásnál fontosabbnak tartom, és azt mondom, hogy te most nem voltál hű a családhoz vagy a tímhez. Az is egy tévedés szerintem, mert és amikor a amikor ilyen dolgokat tévesztünk össze azzal, hogy a cél az, hogy mindenki minél közelebb kerüljön ahhoz a jóságos állapothoz, akkor szerintem a jóságos állapothoz való közeledést támadjuk, és azt, az, azt, a, szerintem azt a célt, ami, 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 mögött, ami, ami az egész mögött van. Én azt hiszem, hogy annál semmi nem szabadna fontosabb legyen, és én ezért hiszek az összes vallásnak, a, nem az összesnek, de amit nem 1999, de mondjuk a... 1640 elképzelés, de mondjuk akkor, hogy 40 elképzelésnek a, a, jó szándékában és a működő képességében, és hogy az egyik az, ezt az embertípust vezeti el ugyanarra az állapotra, a másik ezt, a harmadik ezt, és számomra az a fontos, hogy a végén mindenki ott legyen azon a találkozó helyen, és nem az, hogy busszal jött, vagy metróval, vagy taxival. Értem én, csak ugye ha már itt tartunk, akkor a Bibliában még egy fontos dolog, amit én sok emberre beszélgettem, és nagyon sokszor félre van értelmezve, mert egyszerűen az emberek csak ezt így hallották valahol, és ennyire ragadt meg, hogy, ha, hogy a Bibliában az a cél, hogy minden ember jó legyen, és erre próbál rávezetni a Biblia. A Biblia viszont nem ezt mondja, hanem azt, hogy kerülj közelebb Istenhez, és ha közelebb kerülsz Istenhez, akkor amiatt jó kell, hogy legyél, és amiatt uh -huh. leszel jó, hogy közel kerültél uh -huh. Istenhez. Tehát, hogy uh -huh. ez, a, ez a két dolog ilyen csiki kicsit ilyen öngerjesztő folyamatként működik. Tehát az egyik egy rövid ö, állítás, ami tartalmazza a másikat, a másik egy pontosabb valami, ami jelenti az egyiket, ö, és még az, hogy ö, éppen Istennek nevezi, vagy hogy a jóság micsoda, minden mondat részére rá lehet kérdezni, és elmerengeni rajta, az is részben cserélgethető, hiszen ezek szavak, mi pedig egy fogalomról beszélünk. Tehát amikor valamit félre értelmeznek, már maga az a cselekedet, hogy értelmezés, az is, azt is egy valaki csinálja. Vár legalább a tudatban történik, tehát elvileg az valami olyan, olyan szféra, ami nem is a miénk, hogy az értelemmel csatlakozni tudunk ehhez, de mégsem a fogalommal vagyunk ilyenkor kapcsolatban, hanem a szöveggel, a magyarázattal, a, a nyelvel, ami, ami egy jó szándékú, de gátja a közvetlen megismerésnek. De ahogy te kifejezted, hogy Istenhez kerül közelebb, az az, hogy a, a, az egységünkhöz kerülj közelebb, ahhoz, hogy a mindenség része vagyunk, ahhoz, hogy nem vagyunk annyira külön, mint ahogy látjuk, meg gondoljuk a saját érdekeinkből nap, mint nap, hogy én vagyok, ez az enyém, ez az én lakásom, te nem én vagyok, te ide nem jössz be, neked én ezt nem adom, miért van neked olyan, nekem miért nincs, tehát ez, ez az egész különállóságunk, ez alatt egy mély rétegben van egy, ahol össze van, összeérnek ezek, a, ezek az emberek, meg egyébként minden, és ha ehhez a gondolathoz közelítesz, és akkor éppen Istennek hívod, akkor közelítesz ahhoz az állapothoz, ami meg a jóság. Most szerintem érdemes két Ugyanolyan hosszú mondatot összehasonlítani, és akkor abban talán találunk egy szót, és azt lehet értelmezni, hogy miért jelent az egyik más. Szerintem, amit te mondasz, az egy pontosabb megfogalmazása az előbbinek, amit megfére értelmezésnek gondolsz. De hát az egy pongyoláb dolog, de lehet, hogy ugyanazt gondolják. Nem is mondanám, de Lehet, hogy, nem hogy nem félreértelmezés az az... egyébként. Tehát euh, akkor én most kimondom. Szerintem, az kap, tehát az részesül a megváltásba, aki Jézuson keresztül megy Istenhez. Szerinted, hogyha én ezt így kimondom, akkor attól én már távolabb kerültem a jóságtól? Nem. De nem segít ezt néhány embernek közelebb kerülni a jósághoz, a megváltáshoz, vagy az Isten, az Istenként tisztelt valamilyen fogalomhoz való közelítéshez, hanem hanem valaki úgy érzésük, hogy itt tényleg mondjuk a a bántó módon a teistákra gondolok, a, a nagyon harcosokra, hogy rajta ez, rajta ez nem segít, rajta ez nem segít, és akkor ki segít rajtuk, és ne, én nem, nem úgy értem, hogy ki segít rajtuk, most akkor nem a gyűlisekhez szólok, hanem a... Az ateistákhoz éppen, hogy ők úgy érzik, hogy nem kell rajtuk segíteni. Jól vannak, ők köszönik szépen, ők hülyeségekben nem akarnak hinni ezt, és lerajzolta valaki, számukra ez ugyanolyan, mint a holdra szállás, meg ugyanolyan, mint a laposföld, Föld, meg akármi, hogy amíg én nem láttam, addig nem hiszem el. Ö, ugye, róla tudva levő, hogy informatikus is vagy, és. Programozó, de az valami olyasmi. Ezt sem nagyon szokták szétválasztani, de én tudom a különbséget, mert az egyik nem vagyok. Mindenesetre, mi a véleményed a mostani technológiai robbanásról és az AI-ról? Nyilván ez egy eléggé rizikós téma, kicsit már nagyon is csépelt, uh -huh. de ugyanakkor folyamatosan jönnek ki az új kutatási eredmények, folyamatosan fejlődik a, a, az internetre rászabadított mesterséges intelligencia. Mi lehet ennek a jövője? Kérdezzük meg az AI-t. Nem tudom, engem annyira nem foglalkoztat, mert azt gondolom, hogy még elhamarkodottak vagyunk. Én azt üdvözlöm, hogy Európában szabályozni igyekeznek, soha nem fogja a törvény másodpercre utolérni a valóságot, ezért nem nyújthat akkora védelmet, de mondjuk elöltesztelőssé teheti, hogy ne az legyen, hogy majd a következményekből mentjük magunkat, hanem hogy előbb próbáljuk ki, lehet, hogy az AI-jal kapcsolatban ugyanúgy kell eljárni, mint a gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy akkor ö, kisebb tömegen hatástanulmányjal és kutatásokkal megyünk tovább. Én azt gondolom, hogy az, ahogy, ahogy mi ezt a, az OpenAI-féle ChatGPT nyomán minden AI-t megítélünk, az egyrészt sommás, de közben valóban például ez a nyelvi AI, ez egy gyerek, Gyerek, mert még tanulatlan, gyerek, mert még nincs nevelve, és gyerek, mert még hazudik, ami mondjuk a neveletlenségből ö, következik. De fantasztikusak a képességei, nem feltétlenül csak onnan érdemes nézni, hogy ö, elveszi a munkát, ahogy ugye a South Parkban általában a bevándorlókkal kapcsolatban megéneklik a, a rosdővezet lakói, hanem ö, hanem a, mit tud ez az orvostudományban, hogy hogyan tud bennünket megvédeni, vagy mondjuk hogyan lehetünk majd biztosak a másik ai meghamisított képek, videók kapcsán, ahol vagy rólunk csinálnak egy ilyet, vagy egy közéleti szereplőnek a szájába adnak egy gondolatot, amit nem mondott, háborúkat robbantanak ki emberek, nem az AI, de ilyen eszközzel, és a másik az, az erről megállapítja, hogy már pedig ez hamis. Én nagyon sokat modelleztem háromdimenzióban ilyen 20 éves koromig, meg még néha előfordul. Én meg tudok különböztetni egy sugárkövetéses kép generálást, egy ilyen 3D-s akármilyen tudod, ilyen modellt, akármilyen jól van befényelve egy fotótól. Legtöbb embernek szerintem erre nincsen készsége, hiszen látjuk az 50-es években az ilyen ö, 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 keyframe animációs godzillákat, hogy mennyire nevetséges. Látod a csillagok háborújában, hogy milyen igényes a fényelés, de az állatoknak vagy tántaúnoknak a mozgása az. Önben nagyon, nevetséges. nagyon nem, igen, nem Elájulunk most, nem. bizonyos dolgoktól, már a 90-es 90 évek közepén a Terminátor 2, vagy a Jurassic Park. Láttam, de aztán ugyanazzal a technológiával jön egy következő, aki, aki többet akart, mint ami még hihető, és ott már valahogy kilóg a lóláb. Ugyanígy a, a szintetizátoroknak a hangjai, amiben tök jól lehetett ilyen vonósokkal valamennyit ö, zenélni. A zongora hang az szinte megkülönböztethetetlen, de egy szakszofon szólót még mindig nem lehet eljátszani, 77 ben se lehetett, meg ma sem lehet, hogy az azt mondja rá egy zenész, hogy ja, ez szerintem ez tényleg szakszafon volt. Ennek ellenére a lakodalmas izé, összejöveteleken, az ilyen lagzi szintizések közben gondolkodás nélkül egy George Michael számot elkezdenek a szinti játszott szakszofonnal. És ez, ez a fajta gagyizás, Ez kilógaló láb, de ha nem mindenkinek van igénye rá, hogy észrevegye a különbséget, akkor veszélyben van. És akkor itt meg is védhet ugyanaz az eszköz, amivel egy másik érdek támad. Olyanok ezek, mint a fegyverek, sajnos, de akkor mondhatnám, hogy olyanok, mint az autók. Érted? Ha az autóval megölsz valakit, akkor fegyver. Ha az autó elvisz valahová, akkor eszköz, hát, eszköz valamire. Ja. Lassan a műsor végére ér érünk, utolsó kérdéskör. Uh, igazániból itt csak fogalmakat fogok bedobni, aztán majd elmagyarázom, hogy ezek mihez tartoznak. Egyik oldalon van a woke, uh -huh. másik oldalon pedig a Sigma Mail és a Based fogalom. Én ezeket nem ismerem. Ezek, a, a Sigma Mail, Mail? Mail. ez én, én vagyok mondjuk egyébként, de én nem ismerem ezt a mozgalmat. Gyorsan akkor ki is fejtem neked, hogy mi ez, mert nyilván nem foglak és a, hagyni. Bézd. Bézd, aha. Based mint ugye uh -huh. base. ből uh -huh. jön. ugye a vók azt azt hiszem, hogy azt már nem kell magyarázni, az már untig van tárgyalva. Uh -huh. A based vagy sigma mél ez körülbelül ugye ah. hasonló, körül mondjuk azt, hogy ez két uh, kördiagram, ami összeér. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. És a közepén van Andrew T. Tehát hogy uh, nagyjából ez az a közeg, ahol a megbegyepesedett uh, mémer, gamer fiúk, akiknek elegük van abból, hogy uh, ha ráköszönnek egy lányra, akkor leütik, lepaprikaszprézik, és esetleg még rendőrt is hívnak uh -huh. rájuk, mert nem találják őket elég vonzónak, uh -huh. és ők ezért kilépnek abból a társadalmi uh, hierarchiából, amiben uh -huh. addig voltak. Ugye van az uh -huh. alfamél, beta Betamél és ugye az alfa az a vezető, mindenki azzal akar válni, és van a beta, aki meg az alárendeltje, és utána megjelent a Sigma Mail, aki meg kilépett ebből, és ő egy ilyen kívülállóként fogalmazza mm -hmm. meg saját magát. Én, én nem így, tehát én nem ez, a, nem ez az Incel kultúrához szeretnék csatlakozni, se a Red se a miktához ami ide Igen, tartozik, mert ez, a, már ez ide... inkább ez a miktához a MAN going their own way, vagy nem tudom minek a rövidítésre. A szigmában én azt láttam vonzónak, és azért mondom, hogy inkább az vagyok, mert számomra a béta becsületesen igyekvő, de picit megvezetett az alfa nekem túl erőszakos, és a szigmában, ha van is ilyen egyáltalán, látom azt, aki bemegy egy szobába, és nem széttett lábakkal hangosan elkezdi magyarázni, hogy ő kicsoda, nem csaholva fut azután, aki ott nyomja ezt a, ezt a szobafestős prostóságot, nincs mögöttem egy házban olyan volt, hú, hanem a csöndben, 20 csöndben ül a, a, szélén, nem a sarokban, mint a vetmalac, hanem mint az indián, hogy megnézem, hogy egyáltalán hol vagyok, és majd amikor tudom, hol vagyok, akkor szólalok meg. Ö, akkor én ezt a szigmát inkább a bölcsességre cserélem most a jövőben, hogyha ez egy ilyen konnotáció érkezett. Nekem ellenszenves a szélsőséges vókizmus is, tehát hogy azt gondolom, hogy kell ébredni ö, valami minden, évben érdemes valamire jutni, hogy ezt eddig nem tudtam. Tehát a holtig tanulás is egy folyamatos ébredés mindig valami másra. És általában kisajátítja magának ezt a, ezt a fogalmat egy-egy csoport, és akkor ő, ha ti mind a hárman felébredettek vagytok, akkor ugyanarra ébredtetek? Ja, hát nem, hanem ugye, de az normális, hiszen egy nézetre ébrednek, és aztán ahhoz ragaszkodnak. De azt, hogy kiszaladunk a második világháborús dokumentumfilmről az egyetemen, mert, szám, mert mi bennünk az frusztrál, hogy szembesülünk azzal, hogy az ember hová juthat el. A valósággal. Ez, Azt gondolom, hogy ez, ez, ha nem a valóságból indulunk ki, az probléma. A, azt hiszem, hogy a helyes állapotra jutásnak az első lépése a, az, hogy a valósággal szembesülsz. Nem hazudsz, ö, csendben maradsz, vagy igazat mondasz. És akkor, és amikor szemlélsz, akkor nem vered át magad hanem amíg nem tudod, mi az, addig nézed, és addig nem nyúlsz hozzá. És azt hiszem, hogy a másik oldal szélsősége ez a, ez a fajta nőgyűlölet. Annak ellenére, hogy értem, hogy férfiak vagyunk, az is egy csapat. A nők is egy csapat. Vannak ellenérdekeink, kicsit másra törekszünk esetleg. Vannak értékeink, amelyekkel a másik jellemzően nem annyira rendelkezik. Vannak nekik értékeik, amivel mi jellemzően nem annyira rendelkezünk. Ezért alkotunk csapatot. Ezért, ezért lehet akár érzelmileg teljesebb egy olyan család, amiben egy nő és egy férfi van, de ez nem, ez nem, azt jelenti, hogy ezt kell követni, hanem amiben van egy femininebb és egy maszkulinabb, érted? A minél inkább divers, annál inkább szélesebb képességeknek a, a gyűjteménye alkotja azt a családot, mondjuk ezért a gyerekhez is több jut el, több esélye van. De ha egy teljesen diszfunkcionális nő egy nagyon szélsőségesen erőszakos apával találkozik, ez nem éri el ezeknek a képességeknek a 30 át Hát sem. ez általában az ilyen sorozatgyilkosokról szóló dokumentumfilmnek az első epizódja, amikor tárgyalják a családi hátteret, meg ilyesmi. Igen, és ezen ez nem az segített, vért, hogy férfi meg, meg ott nő, ott, hogy ott, igen. hanem azt, azt gondolom, hogy az apa rendesen ember az anya rendes ember. Ez, ez, volna jó, és hogyha ez nem, tudod, ezt magadról ezt nehéz felmérni, hogy ezt el lehet -e rólad mondani, vagy sem, de lehet, hogy azoknak kéne gyereket nevelni, akik a rendes emberek. Nagyon elrugaszkodott dolog a Szép új világ című amiben azt hiszem van egy kaszt, akik a gyerekeket nevelik de lehet, hogy mással téveztem össze. Tehát, hogy ténylegesen van egy ember típus, az állatvilágban ilyenek, ilyen közösségeket meg lehet figyelni, aki törődőbb, együttérzőbb, következetes, és amikor mondjuk apai következetességben van, tehát nevel, akkor is benne van a feltétel nélküli szeretet. Nem a szeretetéhez ad feltételt, hanem a jutalmazásához. A legnagyobb jó szándékkal. És vannak olyanok, akik erre nem annyira képesek, és ezt abban a, abban a, a disztópiában egyébként, tehát ez nem mint valami nagyon vágyott jövőkép, de úgy jelenítik meg, hogy erre a kasztra bízzák. Hát mi is beadjuk az óvodába a gyereket. Hát Úgyhogy valahol Aztán ez már működik, nem ilyen szélsőséges. Tehát valahol mindenki belátja, hogy nem alkalmas feltétlenül a gyerek nevelésére, de teljesen senki nem látja, vagy úgy mondjam, azt sem látja be, aki tényleg alkalmatlan azt hiszem, hogy még a végtelenségig tudnánk folytatni, mert a témalista is hosszú, és azt hiszem, hogy még lenne mindkettőnek elég gondolata ez a beszélgetéshez, hogy még egy jó másfél órát legalább csináljuk. Én szívesen jövök máskor De is, a helyzet nem az, politika az, téma. Így van. Az van, hogy viszont a műsoridőnk lejárt, hogy szeretném megköszönni, hogy itt voltál velük, és tudtunk egy jót beszélgetni. Köszönöm, Gustár, kedves, kedves, hallgatóknak, nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt erre a hétre a Bolygó és hamarosan ismét Köszönöm.